Másrészt pedig, mivel most kellően jó idő van, és Balázs, hogy egy-két adásból meghallgattam, szereti a komforton kívüli dolgokat. Abba biztos legyél. Ezért szeretném meghívni egy vonatútra a mai napra. Innen Debrecentől egész a nyugatig. Annyi könnyebbséget teszek, hogy lehet választani. IC első, másod vagy harmadosztály. De mi van a harmadosztályon? Az egy biciklitároló? Változkozva nézzünk a másodosztályon. A harmadosztály az úgy néz ki, mint a marhavagon, van benne ülés. És ennyi. Jézus Isten, te bánték egy ilyen 4,5 órás maradunk. A harmadosztályon van egy ablak, ami nézhetsz ki, a szerencsét van, le is lehet húzni. Azt a mindegy. Tehetes vagy, hogy azonnal átterelted a sztorit. Ez megint az emberi butaságból megint. Mert ott a cél. Te közben egy énekel ki 5 perccel ezelőtt a közös magyar hímszunkat, amit én szeretem. Gyerekek, ebben nem csak az a felháborító, hogy ez kint történik az EB-n magyarok között, ez az a felháborító, hogy ez bárhol még nem történik. Igen, és az csak még egy lapáttal rám, mint a Balázs, nem? Közösen hímszunk. Ekkora magyarok vagyunk, gyerünk előre! Nézd, na, gyere, verjük meg! YouTube, nem mintha látva, nyilván azért ezt a teljesítőtől nagyon sok értelme lenne, mert minden megtett. Hogy gyuszú lett gyakorlatilag teljes tojás, hogy gyuszú te élsz, Mikinél eddig egy nyers, mondták. Van egy ajándékcsomagod, gyuszú, te mire költöd a pénzt? Építkezésre. Ó, de szép az, hát 100 000-ből mennyi mindent lehet venni? Építkezésre? Építkezésre. Ja, építkezésre, valami étkezés, mondom. 100 000-ből kijön... A legjobb helyre jöttél. Kijön például egy... Egy mozdóbetó. 100 tégla. Ha nincsenek hírek, az csak azt jelenti, hogy mindig megy lehet, de hívjuk a Cilát mindjárt. 9:50 lesz pontosan, 4 perc, itt vagyunk rögtön a hírek után. Thank you.